fergetegesre sikerült a tavalyi Egy ünnep három nap című augusztus 20-ai rendezvénysorozat. Sok ezren zarándokoltak el Marcalvárosba, hogy az ottani fesztiválon kapcsolódjanak ki. Koncertek, sztárfellépők és rengeteg program várta az érdeklődőket. Nagy buli volt a cirkusztéren. Tudatosan a gyalogos forgalmat szeretnénk irányítani és a bejárat felé terelni, úgyhogy tényleg arra kérünk mindenkit, hogy figyeljen a rendőrintézkedésekre, a biztonsági szolgáltatásra és a kijelzett jelzőtáblákat maximálisan tartsák be a saját biztonságuk érdekében. A marcalvárosi augusztus 20 főszervezője szerdán területbejáráson járt a körzet képviselőjével és a rendőrséggel. Kicsit arrébb költözik idén a program, a cirkusz teret ugyanis kinőtte a rendezvény, ezért idén a háromszor akkora Szentlélek tér lesz a helyszín. A képviselő szerint hasonlóan jó lesz a színvonal, mint tavaly. Az a célunk az augusztus 20-ai háromnapos ünnepséggel, hogy a marcalvárosi és a győri tömegből közösséget kovácsoljunk. Egészen konkrétan azt szeretnénk, hogyha a marcalvárosiak, az idősebbek kijönnének a lakásaikból és beszélgetnének, találkoznának egymással, a fiatalok pedig felállnának az interneten mellől, és mindenféle programokon jól érezzék magukat. Úgy tudnám ez hasonlítani egy stílusban augusztus 20-ával kapcsolatban. Ez olyan, mint az augusztus 20-ai új kenyér. Mi kiteszünk az asztalra, és mindenki választ belőle. Aki akar választ, aki akar kalácsot választ, aki akar másik szeletet választ, de igyekeztünk a programokkal mindenkinek a kedvére tenni. Három nap tömény kikapcsolódás, ez vár a Marcalvárosba látogatókra augusztus 18 és 20-a között. Ezúttal is mindenki talál majd magának való programot, ezt ígéri a főszervező. A fellépőkből nincsen hiány, hogy elejét vegyem az egy évvel ezelőtti ígéretnek. Igen, Majka itt lesz velünk, és igen, lesz agregátorunk kettő is. Úgyhogy az áram kérdés akkor így meg is oldódott, és akkor az egyéves point, azt most már lezárhatjuk ezzel a kérdéssel, és Peti azt ígérte, hogy egy hatalmas koncerttel fogja kárpótolni a győrieket. Itt lesz velünk a Moonlight Shadow és a God is a Girl-nek a szülőatya Groove Coverage, Náksi Attila, DJ Dominik, Szatmár és Jucus, tehát lesz egy jó retro napunk 20-án, amit a Cosmix fog zárni egy összehangolt tűzi játékkal, úgyhogy nagyon-nagyon látványos showval készülünk. A szombati nap a hát mondhatjuk, hogy a fiataloké, Pápa Joci, Majka, Győri Name Project fog fellépni, a Fuego formáció, egy friss DJ formáció adja majd a talpalá valót. Itt lesz velünk Mente Zsolt kollégánk is, ő DJ Menti, ő az a hajnali felelős, aki mindig a bulik után levezeti ezt a rendezvényt, éjfélig fog tartani, nem hajnalig a lakosság megnyugtatása érdekében. Az első nap pedig a szokásos, a mulatos nap. Akkora volt a sikere az elmúlt évek marcalvárosi programjainak, hogy mindenképpen kellett a nagyobb hely, ezért döntöttek a szomszédos zöld terület mellett, ahol különösen ügyelnek majd a résztvevők biztonságára. Folyamatosan jönnek a visszajelzések, van, ami tetszik, van, ami nem tetszik, ez így van rendjén, azonban akkora megdöbbentő érdeklődés, évente robbanásszerű fejlődésen megy keresztül ez a rendezvény, hogy kicsi lett a hely. 10-15-20 ezer ember fordul meg itt három nap alatt, ami egyszerűen kezelhetetlenné tette ezt a tömeget, ezért döntöttünk a változtatás mellett. A rendőrség is részt vesz az előkészületekben. Egy ekkora fesztiválra annyi ember várható, hogy nem árt az óvatosság és az odafigyelés. A rendezvény helyszíne ugye áthelyeződik erre a másik oldalra, 83-as főút másik oldalára. A rendőrői jelenlétre lehet számítani a kijelölt gyalogos átkelőhelyeken, átvezetési pontok lesznek, a gyalogosok csak két helyen tudnak majd átkelni, itt a 83-as, illetve a 821-es számú főúton. Rendőri jelenlét lesz, rendezői biztosítással, a járművezetők részére kijelzésre kerülnek ideiglenesen 30-as sebességkorlátozás. A következő napok is a munkáról szólnak majd a szervezők számára. Azon dolgoznak, hogy megfelelő számú parkolóhelyet tudjanak biztosítani az augusztus 20-ai programokra érkezőknek. A cél, hogy ismét csak a feledhetetlen szórakozásról szóljon a marcalvárosi ünnep.